Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió adását látják január 10-én, pontban 19 órakor. Mától minden hétköznap jelentkezünk megújult magazinműsorokkal, aktuális helyi közéleti hírekkel, sporteseményekkel, program- és rendezvényinformációkkal és napi híradóval. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Hamarosan indul a sportcsarnoképítés a Vattaiban. Versudvarrá alakult a 23. adventi ablaknyitás helyszíne a Batthyány utcában. 3-0-ra nyert a Szilveszter Kupa döntőjében a Srácok gárdája. Aláírták a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium sportcsarnokának kivitelezési szerződését január 5-én. A kormány által közel 900 millió forinttal támogatott beruházás ünnepélyes alapkőletétele január 12-én lesz. Ünnepélyes keretek között aláírták a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium új tornacsarnokának kivitelezéséről szóló szerződést 2022. január 5-én. A kormány által támogatott közel 900 millió forintos beruházással a Vattai több évtizedes álma valósul meg. Amikor 80-as években én idejöttem dolgozni, azóta az egyik legnagyobb problémánk, hogy ennek az iskolának nincs megfelelő méretű, megfelelő felszereltségű, megfelelő számú tornaterme, sportcsarnoka. Úgy tűnik, már egészen biztos, hogy néhány hónapon belül lesz ennek az iskolának is, és ennek a városnak is egy második sportcsarnoka. Az új sportcsarnok által nem csak a mindennapos testnevelési órák oldódnak meg, hanem a tömegsportok és egyéb rendezvények megtartására is lehetőség nyílik. Pap Gyula, a Kiskörösi Szakképzési Centrum főigazgatója, Font Sándor országgyűlési képviselő szerepét hangsúlyozta, hiszen a honatja a legutolsó pillanatokat is kihasználta, hogy a kormányzat többlettámogatást nyújtson a sportcsarnok megépítéséhez. A forrás kiegészítés előfeltétele volt annak, hogy eredményessé minősíthessék a közbeszerzést. A tornacsarnok tervezett nettó alapterülete közel 2000 négyzetméter lesz. A létesítmény megközelíthető lesz az utcáról és az iskola udvaráról is, akadálymentes megközelítésre alkalmas bejáratot pedig az udvar felől alakítanak majd ki. Mindkét bejáraton belépve a földszinti előtérbe jutunk, mely közvetlen csatlakozik a tornacsarnokhoz. Az udvar felül egy árkádot alakítanak majd ki, mely több funkciós közösségi térként fog működni. Az északkeleti kétszintes szárnyban a földszinti részen lesz többek között a sportszertár, valamint az elektromos és gépészeti helység. Az emeleten galériát alakítanak ki, mely lelátást biztosít majd a tornacsarnokba. Továbbá 4 darab öltöző, vízes blokkok és egy raktárstúdió helyiség is itt kap helyet. Francia László az ünnepélyes eseményen kiemelte, hogy a beruházás Font Sándor országgyűlési képviselő, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vezetőinek támogatásával fog megvalósulni. A sportcsarnok ünnepélyes alapkőletételére 2022. január 12-én 9 órakor kerül sor. December 23-án este a 23. adventi ablaknyitással egybekötött könyvbemutatóra hívta a kiskörösieket a Szilveszter Társulat és ifjabb Kunhegyesi Ferenc festőművész. A Batthyány utcai ház karácsonyi mesevilágában a forró italok és finom ételek mellett versekkel is várták a vendégeket. Versudvarrá alakult a 23. adventi ablaknyitás helyszíne a Batthyány utcában, ahol nem csak forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és süteményekkel, hanem ifjabb Kunhegyesi Ferenc nemrégen megjelent verses kötetéből, a karcolatokból választott versekkel is várták a vendégeket. Nemrégen ezzel a címmel jelent meg, ugyanis ifjabb Kunhegyesi Ferenc szógrafikáiból és rajzaiból összeállított kötet. Valamikor 2 évvel ezelőtt találtam ki, gondoltam azt, hogy ki fogom adni a verseimet úgy, hogy magam illusztrálok hozzá. Vagy elkezdtem írogatni a verseket, és közben rájöttem, hogy ezek egy jó kis kiegészítők. Hogyha belefáradok a rajzolásba, vagy nincsen már témám, akkor jön egy belső vízió, és ilyen szó grafikák formájában. Tehát én nem
tartom magamnak költőnek, mert messzi vagyok én attól, én nem tudom, hogy kell verseket írni, de a lényeg az, hogy kikívánkozott belőlem így szavakban is. A kötetben 20 vers jelent meg a festőművész grafikáival, rajzaival illusztrálva. Feró elmondta, hogy amit nem tud megfogalmazni vizuálisan, azt a fejében szóképekben meg tudja jelentetni. Karcaim túl a létfokán, szél zúgásának üzenetei. Önmagamnak, madarak csőrében szállnak, feljebb a valóságtól fészket raknak haragvó isteneknek, a mulandóság elszáradt gyökereiből. Látomásaim sorstalan sorsba mártózó pillanatok mossák, csendben várom a megváltás szelíd arcát. Az elmúlás gondolata sokszor visszatér Feró verseiben. Mint mondta, annál az embernél, aki nem úgy ébred reggelente, mintha újjászületett volna, és nem úgy alszik el este, mintha meghalna egy kicsit, ott valami nem stimmel. Szerinte, aki nem gondolkodik el az örök változáson és az elmúláson, az az ember nincs tisztában semmivel. Feró a verses kötetének megjelentetéséhez sok segítséget kapott. A belügyminisztérium támogatásával sikerült, illetve a város pályázott, önkormányzat pályázott nekem a albumnak a kiadásában. Hát ezúttal is megköszönöm a munkájukat, mert nagyon sokat segítettek önkormányzati dolgozók. Hát meg azok a szakemberek, akik így mellettem voltak, például Gál József, egy művésztanár, egyetemi docens írta az ajánlót. Akkor Subáné Kis Krisztának a fotóját rólam készített tavaly előtt egy fotósorozatot, ami a vizsgamunkáját készített el, hogy az a fotó szerepel rajta, úgyhogy nyilván így van. Tehát minden egyes embernek a sikere azért több emberen múlik. Ifjabb Kunhegyesi Ferenc már évek óta díszlettervezőként segíti a Szilveszter Társulat előadásait. Az adventi ablaknyitásokat szervező társulat tagjai számára egyértelmű volt, hogy valamilyen módon helyet adnak Feró könyv bemutatójának. Hamarosan érkeznek a vendégek a 23. ablaknyitásra, és ennek az ötlete onnan jött, hogy a Feró fölhívott néhány héttel ezelőtt, hogy a társulat 23-án tervezi a Hagyományok Háza, nem a Hagyományok Házában, hanem az Alkotóházban, bocsánat, a könyvbemutatóját, hogy a társulat nem menne el néhány verset olvasni. Szóval mondtam neki, hogy azzal nincs semmi baj, Ferókám, csak nálam van éppen az ablaknyitó, szinte utolsó, mert hogy ugye holnap van az utolsó ablak. Tehát tudod mit? Hát kössük össze kellemest hasznossal, gyere te! És akkor összekötjük az ablaknyitással itt, és csinálunk egy versudvart. 23-án este a Batthyány utcában a jóízű baráti beszélgetések mellett a versudvarban elhangzott egy-egy vers is Feró most megjelent kötetéből. Karácsony előtt az ünnepváráshoz kapcsolódva hirdetett rajzpályázatot a kiskörösi Egymi, melyre közel 30 intézményből érkeztek pályamunkák. A versenyre óvodás, általános és középiskolás, integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezhettek. A beérkezett műveket szakavatott zsűri értékelte. Hatodik alkalommal hirdetett ünnepváró rajzpályázatot az Utazó Tanári Intézményegység, melyen óvodás, általános és középiskolás integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek vehettek részt. A pályamunkák közel 30 intézményből érkeztek be a kiskörösi Egymibe. Az ünnepváró rajzpályázat az mindig egy nagyon népszerű, én azt gondolom, a gyerekek körében, hiszen az adventhez kötődik a Mikulás, az adventi ünnepkör, a karácsonyvárás. Ebből is fakadhat, hogy ilyen nagyon népszerű a pályázatunk. Amikor ezt elkezdtük 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest az intézményeknek a számát megkétszereztük, a rajzok, alkotások számát pedig meg háromszoroztuk. Az idén 370, extrém magas a száma a beküldött alkotásoknak, és én azt gondolom, hogy ennek köze van ahhoz, hogy a téma az nagyon népszerű. A gyerekek a színes ceruzától kezdve a vízfestéken át az olajpasztellig bármilyen technikával elkészíthették a pályamunkákat. A legtöbben a karácsonyhoz kapcsolódó alapmotívumokat jelenítették meg, de volt olyan diák is, akinek a rajza már az absztrakció felé hajlik. Volt egy kisfiú, akinek a forma rendszere annyira konkrét és annyira komoly, hogy egy felnőtt festőművész, egy alkotó ember is megirigyelhetné. Tehát olyan absztrakció, és nagyon meg kell nézni, egy ilyen zárt nézetbe rakott konstruálás, elhelyezett konstruálás, amiben nagyon oda kell figyelni, hogy felfedezze az ember a fenyőfát, a ajándékot, maga a,
az épületet a kis ablakkal, ahogy az színesen, tehát meleg színekkel van megjelenítve, tehát a melegségnek, a szeretetnek a légkörét szimbolizálja ezzel, amit azt gondolom, hogy a felnőtt művészek is megirigyelhetnek. A rajzpályázat azért is nagyon különleges, mert itt nem csak a tehetséggondozásnak egy formája valósul meg. A pályamunkákat ugyanis ebben a hónapban egy vándorkiállításra küldik, mely során egy-egy hétre kiállítják több integráló intézményben is. Ez egy sajátos nevelési igényű gyermek életében hatalmas dolog, hiszen nekik a hétköznapokban nagyon nehéz megmutatniuk tehetségüket, ilyenkor azonban egy ünnepi esemény keretében mindenki előtt megjutalmazzák őket. Tobozmanók, gyöngyökkel díszített karácsonyfák és tojástartóból készült angyalok is születtek december 18-án a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Már közel 20 éves hagyomány az intézményben, hogy az ünnepek közelettével a könyvtár és a Család és Gyermekjóléti Központ közösen szervez a gyermekeknek karácsonyi játszóházat. December 18-án a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ karácsonyi játszóházba várta a gyerekeket, ahol a kicsik az ünnepre készülve ajándék és dísztárgyakat készíthettek. Nagyon szeretik ezeket a kézműves foglalkozásokat. Ajándékot készítenek anyák napjára, húsvétre, ajtódíszt, karácsonyra, karácsonyi díszeket. Rettenetesen szeretnek festeni, ragasztani, bármit. Akiket most itt látunk, az még nem igazán nagy szám. Amikor fénykorunkat éltük itt a vírus előtt, akkor voltak 80-100-an is egy-egy ilyen alkalommal. A szervezők már közel 20 éve tartanak minden nagyobb ünnep előtt ilyen kézműves foglalkozásokat. Már maga a foglalkozásokat is megelőzte egy team munka, megelőzte azt, hogy a kollégákkal együtt készültünk, ötleteltünk, hogy mi az a tárgy, amivel a gyerekek meg is tudnak birkózni, és mégis olyan tárgy, amit amikor hazavisznek, a szülők szívesen kitesznek, örömmel vehetik ajándéktárgynak, vagy akár lakásdíszítésnek. A gyerekek a legkisebbektől a legnagyobbakig a kézműves foglalkozáson az ünnepre hangolódva saját kezűleg készíthették el a karácsonyi ajándékaikat. Készültek tobozmanók, karácsonyfák gyöngyökkel és angyalok is tojástartóból. Nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek gipszet festeni. A nem túl ügyeskező gyereknek is hatalmas nagy sikerélményt jelent, amikor elkészül egy mécsestartó. Most éppen mécsestartót készítünk, illetve angyalkát festhetnek itt, illetve a másik szobába két kollégám dolgozik még, ők pedig egy ilyen hóbaglyos, karácsonyos asztali díszt készítenek, ami akár a saját szobájukat, akár a barátaik szobáját is díszítheti, illetve ilyen kis cérnából karácsonyfa díszként sapkát készítenek ezek a gyerekek. A családi ünnep legfontosabb szereplői a gyerekek, akiket szüleik vagy a nagyszüleik kísértek el a foglalkozásra, hogy együtt alkossanak. A karácsonyi várakozás ugyanis akkor szép, ha közös élményekkel tesszük emlékezetessé. 3-0-ás győzelemmel hódította el a 2021-es Szilveszter kupát a srácok csapata december 30-án. A kiskörösi városi sportcsarnokban a 26. alkalommal megrendezett Szilveszter Kupa amatőr kispályás labdarúgó torna döntőjében a srácok gárdája a BL Metál csapatával küzdött meg az első helyért. A kiskörösi városi sportcsarnokban a 26. alkalommal megrendezett Szilveszter Kupa amatőr kispályás labdarúgó torna döntőjét december 30-án játszották le. Ezen a napon a srácok gárdája a BL Metál csapatával küzdött meg az első helyért. A végeredményt Rohoska Marcell találata állította be, amivel a srácok csapata 3-0-ás győzelemmel hódította el a 2021-es Szilveszter Kupát. A sikerhez vezető út azonban nehezen kezdődött. Nem ijedtünk meg azon, hogy az első meccsen kikaptunk, tudtuk, hogy ebbe a csoportba bármi lehet. Ugye 5 tagú volt a csoport, nagyon erős ellenfelekkel, tudtuk, hogy az első vereség, vagy egy vereség az elején, ez semmit nem fog jelenteni, bármi lehet ebbe a csoportba, és így is alakult végül is. Úgyhogy végén sikerült megnyernünk a csoportot. A Szilveszter Kupa döntőjében a srácok csapata a BL Metál gárdája ellen küzdött meg, akik már a mérkőzés előtt tudták, hogy egy adminisztrációs hiba miatt eredményt nem érhetnek el, azonban becsületből lejátszották a meccset. Öltözőben volt arra idő, hogy meg tudjam győzni őket arról, hogy igenis mi álljunk ki,
tisztessége, becsülette zárjuk le ezt a tornát, játszunk, mert ennek a sportnak ez a lényege. Amatőr sportról van szó, minél többen sportoljanak, és ezt mi tisztessége, becsülette fejezzük be. A találkozó szoros csatát hozott az első félidőben, amikor egy kapu előtti kavarodásnál Holt Zimmer Tamás öngóljának köszönhetően szerezte meg a vezetést a srácok együttese. Az első félidő vége előtt néhány másodperccel egy szabadrúgás után a szétugró sorfal között talált utat a labda Rácz Dominik lövése után a BL Metal kapujába. A második félidőt 2-0-ás srácok vezetéssel kezdték a csapatok. A BL Metal támadó játékában nem volt igazán nagy átütő erő, a komolyabb helyzeteknél pedig a srácok kapusa Csatai Krisztián védett bravúrral. A végeredmény 3-0 lett a srácok javára. Nagyon örülnek a srácok, mert először nyertek Szilveszter kupát, a tavalyi döntőben nagy volt az elkeseredés, hogy kikaptunk, ráadásul büntetőkkel, tehát nagyon kellett már a srácoknak ez a siker, nagyon akarták, szerintem mindenki látta, hogy mi akartuk a győzelmet, minden mérkőzésen oda tettük magunkat, úgyhogy azt hiszem jó helyre került a kupa az idén. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Zöld utat kapott a sportcsarnoképítés Avattaiban. Versudvarrá alakult a 23. adventi ablaknyitás helyszíne a Batthyány utcában. 6. alkalommal hirdetett ünnepváró rajzpályázatot az utazó tanári intézményegység. Karácsonyi játszóházat rendeztek a Városi Könyvtárban decemberben. 3-0-ra nyert a Szilveszter kupa döntőjében a srácok gárdája. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. A híradót követően sport közvetítésünket tekinthetik meg, maradjanak velünk továbbra is. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, holnap reggel 6 órakor, valamint a hétvégén is szombaton reggel 7-től és vasárnap délután 1 órától. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. Tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!